Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A következő percekben fontos információkat hallhatnak, és ez mind a biztosítással kapcsolatos, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni a szakértőnket. Szalka Ferencet köszöntöm a stúdiónkban, az Adófe 2000 Kft. Igazgatója. Köszönöm fel, hogy eljöttél hozzánk. Én nemrégiben kaptam, mint ahogy nagyon sok autós megkaptam a következő évre vonatkozó kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjunkról szóló tájékoztatást, és azt olvasom benne, hogy megszűnt ez az adó, ott valami más lesz helyette, segítesz ezt rendbe tenni, mert szerintem sokan nem tudjuk, hogy ez most egyrészt mit jelent, meg miért fontos ez? Hát tulajdonképpen nem változik semmi, csak egy sorra került a biztosítási adó által a biztosítási díj. Eddig volt a nettó biztosítási díj, az utána ráment még a 30%-os adó, és ez a két összeg külön soron szerepelt. Most tehát, hogyha azt mondtuk, hogy bocsáss meg, hogy beleszóltam, ha azt mondjuk, hogy... Úgy baleseti adó formájában. Aha, ha nekem volt. Megállapítottak egy 30 000 forintot, akkor utána még jött hozzá... 39, nem, hogy 39 volt a... Jó, hogy mennyi baleseti adó még hozzátették. Most csak az nem lesz egy... már? Vagy lesz? Csak más neve lesz? Nem, az úgy lesz, hogy egy soron szerepel, a biztosítási adó tartalmaz, biztosítási 23%-os adót tartalmaz a teljes... Díj. Éves aha. Biztosítási díj. Kötelező. És ez most, hogy megkérdezni, mire volt jó tulajdonképpen? Hát az ügyfeleket egyrészt zavart ez a baleseti adó kérdése, és aha. A biztosítási adó beépítése egyszerűbbé tette aha. A látható. Tehát nagyjából annyit fogunk fizetni, csak nem idegeskedünk, hogy miért kell még ezt is fizetni, mert benne lesz a díjban. Benne lesz a díjban, így van. Jó, viszont akkor mindjárt még mondjuk el azt is, hogy a korábbi esztendőkben mindig azt tapasztaltam, hogy amikor jött a november, már előtte mondták, hogy ne felejts el, változtassa igen, meg, igen. Ha kell, vannak jó ajánlatok, kössön meg a kötelezőt valamelyik másik cégnél, ha kell. Nagyon sok internetes cég is ugye ezt igen. Reklámban hirdette. Idén, mintha ezek nem lettek volna már, pedig ha jól sejtem, ugyanúgy lehetett most is váltani. Lehetett most is váltani. A 2010. január 1-e után vásárolt gépjárművek esetén, mindegy, hogy az új volt, vagy akkor, használt volt már, nem az évjárat számít, hanem a vásárlás időpontja, azután a vásárlás időpontja lett az évforduló. Most már mindössze a gépjárműveknek a 26%-a évfordulós december 31-én, azaz következő év január 1-én kezdődik az új biztosítási év, az összes többinek az évfordulója más időpontra datálódott, ezért van az, hogy csendesebb a kampány. Most előre beharangozták, hogy körülbelül 10-15%-os díjemelés várható a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások kapcsán, pont itt a baleseti adó, biztosítási adó kapcsán, de ez nem így lett. Mi hozzánk, akik bejöttek, mind olcsóbb kötelező gépjármű felelősségbiztosítást találtak a tavalyi évhez mérten. Tehát lehet, hogy Budapesten ez igaz volt, ez az előre megjósolt statisztikai összeg, de ez itt vidéken nem jött. Aki nincsen benne ebben a 26%-ban, azok meg gondolom majd megkapják a figyelmeztetést, hogy ne felejtsék el. Természetesen az évfordulójuk előtt megkapják az éppen aktuális jelenlegi biztosítójuktól a következő időszakra várható díjaikat, és az alapján tudnak intézkedni, hogy mi legyen. Én teljesen meglepődtem azon, hogy hallottam egy újdonságról, ami tulajdonképpen nagyon jó pofa vagy, azt gondolom, hogy mindenképpen praktikus. Ugye mondogatjuk, hogy jön a tél, akkor időben kell feltenni a téli gumit. Most én úgy tudom, hogy már a biztosítással is próbálják mindezt segíteni, vagy ösztönözni, hogy nem árt feltenni azt a téli gumit. Hogyan van ez? Pozitív tapasztalatok vannak olyan értelemben, hogy nem a gépjármű felni, vagy a gumi szerelőknek a lobbija, de eddig hiányoltuk, mert Ausztriában, meg a környező országokban ez ugye kötelező jellegű volt. Igen. Itt meg plusz engedményt kap abban az esetben, hogyha az aktuális évszaknak megfelelő gumiabroncsal rendelkezik az autó. Tehát ez egy pozitív elvárás. Jó, eddig voltak. Hát most én nekem van egy biztosításom, és működik már évek óta. Igen. És én annak is lesz egy évfordulója, és felteszem a téli gumit, akkor nekem be kellene mennem a valahova, vagy az Alkusz céghez, és azt mondani, hogy kérem, bizonyítom, hogy nekem
Nem kell bizonyítani, nyilatkozni kell, amikor az évfordulós kötelező gépjármű felelősségbiztosítást megkötjük. És akkor kedvezményt kapok ezért? És ezért kedvezményt kap a kedves ügyfél is, és semmi további ügyintézése nincsen. Most poénkodni, akkor azt mondanám, hogy nyáron meg majd, amikor a nyári gumit kell fölteni, újabb kedvezményt kapunk. Nem, az évszaknak megfelelő, ez így van, nem hogy téli gumi, hanem az évszaknak megfelelő gumi, abroncs van a járművön. Tehát ez a korrekt, konkrét megfogalmazás van. Ugye az előbb mondtam, hogy vagy bemegyek egy adott céghez, vagy bemegyek az Alkus céghez. Igen. Ugye, ahol te dolgozol, igen. Az egy Alkus cég. Igen, egy biztosítási Alkus cég. Igen. Te tapasztalsz olyat egyébként, hogy az emberek nem tudják, hogy az mit jelent pontosan mai világban, és nem mer annyira bemenni, mert azt mondja, ki van írva? Ja, annak már hallottam a nevét annak a biztosítóra, ahol bemegyek ide, mert bízok benne. Vagy inkább azt mondja, hogy hát én a szalka felét jól ismerem, én ő benne megbízok, és bemegyek hozzá, mert akkor rábíztam mindent, vagy a társára, a Pócik Andrásra, hiszen ők viszik a céget ketten. Rájuk bízom, és akkor én nyugodt vagyok, mert tudom, hogy bennük meg lehet bízni. Hát szerintem ez is benne van, hogy a biztosításokkal kapcsolatban ajánlanak minket. Nem véletlenül van 10 000 ügyfelünk Szolnoktól Szombatáig, ami azt jelenti, hogy döntően ajánlás útján, mert aki megtapasztalja. Az már egy szép szám, nagyon szép szám. Hát ennyi embert ezek vállalkozásokat is magába tartalmaznak, nem csak magánszemélyeket, sőt döntően. Sok és a bizalom az akkor ezek szerint ugye, hogy megvan? A bizalom az alapvetően nagyon fontos, és ami nagyon fontos még, hogy sok mindent internetes módon adott esetben csak kérdőjelekkel tud elintézni a kedves ügyfél magának, mi meg a teljes körűen a biztosítási szerződés megkötésétől a kárrendezés menetében való segítségnyújtással díjmentesen állunk rendelkezésre, és ezt nagyon jó néven veszik. Amikor az előbb mondtam ezt az év vége felé, hogy megyünk, és akkor nagyon sokszor, tényleg évekkel ezelőtt rengetegszer lehetett hallani bizonyos neveket, most nem is mondom, hogy jöjjön hozzánk, mi az interneten megkötheti nálunk a biztosítását. Mindig az volt bennem, hogy én nem szeretem az ilyet, én szeretem látni, hogy kivel kötök szerződést, ki az illető, oda akarok menni hozzá, beszélni akarok vele, ezer kérdésem van. Nem az, hogy egy interneten keresztül vagy kitartok egy űrlapot, vagy írok el levelet, hogy visszaír, hogy megint írok egyet, megint visszaír. De sokan megtették egyébként. Mennyire lehet ebben megbízni? Sokan megteszik az internetes alkuszokkal való együttműködést. Meg is lehet bízni, de olyan veszélyei vannak, hogy minden, amit a kedves ügyfél saját maga kalkulál, az az ő felelőssége. Amit mi kalkulálunk, az a mi felelősségünk, alkuszi felelősségbiztosítással rendelkezünk, különben nem is működhet. De ezt mondja még egyszer, bocsáss meg. Az a mi felelősségünk, azt értem, amit mi kalkulál. Másikat nem értettem igazán. Amit a kedves ügyfél kalkulál interneten, amit beír ő adatokat, kilovattot, egyéb díjtarifá szempontjából nagyon fontos adatot, az onnétől kezdve az ő felelőssége, ha más díjat kap utólag a biztosítótól, azon adott esetben meg is lepődhet. A másik, az elektromos kommunikációt mi is használjuk, mert a kedves ügyfél mondjuk kedvezményt kap arra is, hogy az e-mail címét megadja. A mi hagyományos módon kalkulált biztosításainkban csak a fiatalok esetén is előfordult, hogy spambe ment az e-mail, amit a biztosítótól kapott. Ő nagyon ragaszkodott hozzá, hogy amivel kellemetlenség származhat. Hogyne. Számtalan ilyen díjfizetési felszólítás volt, és akkor utána ő megesküdött, hogy ő megnézte, és spambe ment, vagy rossz e-mail címet menet közben változtatott, tehát az elektronikus kommunikációnak, vagy az elektromos biztosítási insurtechnek is vannak veszélyei. Amikor legutóbb a társad András itt ült, akkor nyár volt, ha jól emlékszem, és talán a vitorlázásról beszélgettünk, és mondott néhány nagyon praktikus dolgot, hogy mit érdemes a nyár folyamán ilyenkor figyelni. Most itt a tél. Nagyon sokan tudnak és szeretnek síelni, és indulnak Ausztriába, Svájcba, Franciaországba, mindenfelé. És azt gondolom, hogy már talán elértünk odáig, hogy azért azt, akik ezt megtehetik, mert most már nem is akkora nagy vagyon kell hozzá, tehát egyre többen tudnak menni, hogy azért azt már megteszik, hogy odafigyelnek arra, hogy kötnek egy biztosítást. Gondolom, ezt te is javaslod, de hát, mire kell figyelni ilyenkor? Hát kötnek alapvetően biztosítást, de a sí felszerelésekkel kapcsolatban meg kell nézni, hogy az adott biztosításban nagyon drága sí felszerelés kára vagy törése beletartozik-e, nem csak az ő
balesetéből származó egyéni sérülése, tehát a személyi sérülés. Szerintem a legtöbb ember erre gondol, nem? Erre, kimegy valahova? Erre is született betegség, baleset, podgyász biztosításként. Aha. Jött ez divatba már jó régen, tehát a biztosítási szakmába, de kiegészítőkkel pótolhatók ezek, és nagyon baráti áron lehet megkötni ezeket a szerződést. Ezeket is, hogyha mi hozzánk a kedves ügyfél befárad, akkor megnézzük neki, összehasonlítjuk, javasolni tudunk. És gondolom nem kell hozzá elmenni külföldre egy hónapot, elég, hogyha elmegyünk 5 napot, akkor is itt érdemes. Ha egy napra megy a kedves ügyfél, akkor is érdemes megkötni. Természetesen érdemes megkötni. De az ember úgy gondolkodik, hogy egy nap, ugye már most mi történhetne egy nap alatt? Egy nap alatt véletlen váratlan esemény, az egy nap alatt is tud történni, így van, sőt persze. Egy perc alatt is, sőt egy másodperc alatt tud figyelmetlenségből adódóan az embernek balesete származni, tehát innétől kezdve nincs, nem nagyobb az esélye annak, aki 100 napra megy, mint aki egy nap csak hobbiból síjjel például. Egyébként én azt tapasztaltam, nagyon sokan nem kötnek például lemondási biztosítást is, pedig az sem egy utolsó dolog, hiszen ezen dolog közbe jöhet. Annak is megvan a persze megfelelő kritériumai, mennyivel az utazás előtt. Javasolnád egyébként lehet mindenkinek, ilyen biztosítást is kötni. Aki gondos és akarja, hogy minden nemi fedezete meglegyen, az kössön ilyen biztosítást, de alapvetően nem ez a jellemző, hogy útlemondás biztosítás, inkább a nyári szezonban jellemző. A síi biztosítások azok elég jól megtervezett módon működnek. A minap voltunk forgatni kollégákkal a Veszprém megyei kereskedelmi és iparkamaránál, és a GDPR volt a téma. Igen. És teljesen megdöbbentem, hogy olyan kérdéseket hoztak ott elő az egyébként, te is ott voltál egyébként, igen, valaki mondta, hogy például beviszem a laptopomat a szervizbe, és a rajta lévő információkat, mi történik, stb. Most az adatvédelem nagyon felkapott téma, és hát sajnos ugye nagyon könnyű az adatokkal visszaélni is. A biztosításnak van valami köze ehhez? Sajnos vagy hál' Istennek van hozzá közünk, olyan értelemben, hogy a kedves ügyfelek, hogyha nem kellően körültekintően készítik el az adatvédelmi szabályzatukat, illetve nem tartják be azokat. Tehát nem, a biztosítással nem lehet anulálni a törvényes előkészületeket, hogy az adatvédelemnek meg kell, hogy feleljen a vállalkozás. Viszont ha netántán hibát követne el, akkor ott van a biztosítás, és helyette a biztosító az eljárás költségeit, sőt a büntetést is kifizeti az ügyfél helyett, nem csak az incidensnek a kártérítési összegét, tehát egy nagyon komplex szerződést tudnak kötni, és nem drága a biztosítási díja. Mi nekünk egyébként az Agape 2000 Kft-nek van, mi is nagyon sok személyes adatot kezelünk, és csak egy példát hadd mondjak el. Egy vállalkozásnál voltak ellenőrizni, és azt kérdezték, hogy minden rendben van, egyébként szeretnénk tudni, hogy önöknél van-e munkaruha ellátás. Természetes, hogy ne lenne. És a nyilvántartás az név szerinti? Név szerinti. Na, ezt már nem szabadna, hanem sorszámmal ellátottan kellene meglenni, ami egy náluk egy titkos helyen van, hogy egyébként az kié, az a munkaruha. Tehát, olyanba megyünk bele, én már magam is csak sokszor csak csodálkoztam, amikor amióta ez előjött, ugye most már elég régóta ez a téma előjött, hogy már pedig a GDPR egy olyan fontos dolog, amivel oda kell figyelni. Sajnos vannak vállalkozások, akikkel beszéltem, nem is hallottak róla. És amikor elmondtam, miről van szó, csak hát szó szerint pislogtak. De mégis olyan kérdések jönnek elő egyébként, amit az ember nem is gondolná. Hogy muszáj odafigyelni erre a vállalkozásnál, meg főleg. Akit azt mondja, hogy most mondtál, hát ez azért az elég meglepő, hogy még erre igen, is figyelni azt mondja, kéne. Hogy tökéletesen meg tud felelni erre az Európai Uniós előírásnak, az pedig büntettek rosszul ismeri fel nagyon rosszul ismeri fel a helyzetet, meg a lehetőségeket, hogy milyen élethelyzetek adódhatnak, egy rosszul megcímzett ablakos boríték, stb. Tehát nagyon-nagyon kell figyelni, hogy nehogy véletlenül máshoz kerüljön egy személyes adat. Feri, mikor itt hallgatlak téged, egyfolytában az a gondolat motoszkál bennem, hogy van-e az életünknek olyan területe, amelyeket lassan már nem kéne biztosítani? Hát úgy gondolom, hogy nincsen. Tényleg, hazamegyünk autó, megérkezik ott a lakásban az ingóságok, a munkahely, tehát elképesztő. Akkor kezdjük ott, hogy megtervez egy építész tervező, mondjuk,
a Veszprémi Arénának a átépítését. Igen. Mikötjük egyébként az átépítésnek a tervezői szakmai felelősségbiztosítását. Kezdődik itt. Akkor, amikor mondjuk egy magánszemély is elkezd építkezni, köthet saját maga az épülő félben lévő lakására biztosítást. És kötnek rá. És kötnek, mert a legtöbb igen. bank ugye hitelre ja, most építkeznek, és a legtöbb bank előírja ezt, hogy uh-huh. Régebben nem volt ilyen módozat, uh-huh. kötött a vállalkozó építészre és biztosítás, aki építette, most meg a saját lakására, aki építi, az kötheti ilyen biztosítást, és ezt be is tudja mutatni a banknak. Volt uh-huh. már ilyen kárunk. Mi történhetne az építés alatt lévő háznál? Hát éppen hát be volt zsaluzva, volt nagy egy szélvihar, a zsalutáblák feljebb álltak a födém vonalánál, sikjánál, le tudta sodorni, és meghajlította a falat is, akkor a szélvihar volt. Tehát és ne adj Isten, még ott állt volna valaki, és éppen rádől, na akkor aztán már tényleg. Tehát lehet, és van is ennek. Tehát nem tudok olyan, hát az orvos ügyvéd felelősségtől elkezdve, teljes körülön is itt a kompozit. Tehát a kompozit az azt jelenti, hogy mi kompozit alkusz vagyunk, a mindennemű biztosítási válfajjal foglalkozunk, és 25 biztosítóval vagyunk együttműködési megállapodásban. És amit még korábban felvetettél, mondjál ma Veszprém városába olyan ügyfélszolgálati irodát bármelyik biztosítónál, ahova oda tudnak menni, kérdezni tudnak, üzletet meg tudják, és kárt is tudnak jelenteni. Hát bajba is van sokszor az ember, mert régen ugye megvolt, hogy ez a biztosító itt van, ez a másik, ez az épülete, bementünk és most intézkedtünk. Most teljes mérték. Tehát... Feri, ha már az előbb, bocsáss meg, ide visszatérek, a lakás szóba került. Akinek lakás biztosítása van, úgy hallom, hogy tulajdonképpen már azt lehet úgy is variálni, hogy abban mindjárt lehet akár egy egészségbiztosítás is. Igen. Tehát régebben csak az idézőjelben uh-huh. csak ott balesetbiztosítást lehetett. Tehát külön-külön megköthettük. Személybiztosítást lehetett, nem külön, nem. A lakásbiztosításhoz egy csökkentett kártérítési limittel lehetett kötni. Aha, és most nem? Most ezeket is lehet, sőt lehet, hogy a CT és a PET-CT vizsgálatokat is magába foglalóan 10 napos garanciát vállal a biztosító, a bejelentést követ, hogy 10 napon belül az az ügyfél, az ő szolgáltatója által, most hadd ne mondjam annak a biztosítónak, meg a szolgáltatónak a nevét, 10 napon belül ezekhez a képalkotó vizsgálatokhoz hozzájut. És azért ez nem kevés, hogy ez természetesen egy limitált összegig van, nem helyettesíti a ma divatos egészségbiztosítást, ami a magánegészségügyi ellátás szempontjából és az ügyfelek szempontjából is kiemelt fontos lesz, és a jövő. Meggyőződésem a jövő. A jövő az egy jó szó, mert ugye az ember arra gondol, hogy valahogyan biztosítani kéne a jövőjét is, igen. mert hát ugye nem vagyunk már 20 évesek, magam sem, azt mondja, hogy nyugdíjas korúak leszünk, és az ember azon gondolkodik, hogy majd akkor mi lesz-e biztonság. Nyugdíj előtakarékossághoz nyúlnak sokan, de hát annak is köze van a biztosításhoz. Igen, szerencsére köze van a biztosításhoz, hiszen a korábbi és már ezt megelőző önkéntes nyugdíjpénztárak léteznek, azok folyamatosak, oda folyamatosan lehet befizetni. Vannak a nyugdíj előtakarékossági számlák is, amik nyugdíj célúak, és vannak a úgynevezett nyugdíj biztosítások, ami piaci alapon működő nyugdíj szerződés. Ott mit kell biztosítani? Hogy hát, mire kötök szerződést? Tulajdonképpen a nyugdíj elérésére vonatkozó elérési összeget kap meg a kedves ügyfél, ha ezeket az előtakarékossági formákat választja. Aha. És nagyon jól leszabályozott a rendszer, mert 20%-os adójóváírást kap a kedves ügyfél. Most évvégén minket megrohamoztak, fiatalabb korosztály is, hogy ő még ebben az évben igénybe akarja venni a 650 000 forintos éves díjhoz tartozó 20%-os adókedvezményt, 130 ezer forintot. Ha decemberben megköti, akkor jövőre az egyéni tőkeszámláján kamatozódik már az adójóváírás is. Lehet ezt mind követni egyébként, ezt az elképesztő sok változást? Hát amiről most beszélsz, hogy tényleg lakás, autó, életbiztosítás, utazások nyáron, télen, síelés. Lehet, csak ebben benne kell élni,
mi de nem a Kocsik-Andrással az Alkusz Szövetség vezetőségében és szakmai bizottságaiban benn vagyunk, az üzlettársammal, tehát annyi információt szedünk föl közvetlenül a biztosítóktól, hogy, és ugye természetesen internetes levelek formájába szűrjük azokat, tehát mindent. Most akartam megkérdezni, hogy Feri, hát egy nagyon sok ember, amikor valamit nem tud, ma már nem átvegy a szomszéd vagy a barátjának szól legtöbbször, hanem inkább hazamegy este, bekapcsolja a számítógépét és rámegy az internetre, és beírja, hogy mit kell tudni mondjuk a síeléskor a kötendő biztosításról. Ebből jönnek a városi legendák. Hát ez ebből az. Jönnek a városi legendák. A fele nem is igaz. Ezt hallottam a szomszéd. De ez az egészségügyre is igaz, hogyha interneten fölmegyek, ugyan a diagnosztizálni akarom a saját problémámat, akkor azért hát, sok... Feri, ne menjél fel az internetre, hogy keresen jó orvost, ha ilyen gond van, ne legyen. Menjünk fel az internetre. De tényleg én nem ágálok ellene. Tehát mindenféleképpen magyar, mi is nagyon sok az insurtechnek, tehát a modern technikának jelentős részét használjuk. De módjával. Pont az adatvédelem miatt is bocsáss, módjával. Meg azt nehéz megmondani, hogy az elolvasott 43 cikk közül melyik az, amelyik az igazat tartalmazza, legalábbis zömében, vagy nagy részt. Mert nagyon sok teljes információ. Igen, azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben, ami ennyire érint bennünket, mert lehet tájékozódni, például igen. Az, hogy igen, figyeljetek oda, mert januártól igen. Már nem a baleseti adó, hanem biztosítási adó vagy fordítva, igen. Akkor látja, hogy valami van, valamit tudni kell. De azt gondolom, hogy ilyenkor jönne az, hogy a szakembert megkeresem, és azt mondom, hogy mondd már el, hogy értsem, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Hát a mi ügyfeleink ebben a kényelmes helyzetben vannak, hogy díjmentesen tudjuk őket tájékozni, bármiről van szó. Nincs olyan helyzet persze, hogy mi megkötjük neki a vállalkozói vagyonbiztosítást, és ő mással köt nyugdíjbiztosítást, természetesen ez is előfordulhat, hát hogy más megkeresi, agresszívebb, mint mi. De a nyugdíjgurú azt mondta, hogy legyetek nyugodtak, mindenki köt nyugdíjbiztosítást, csak valaki nálatok, valaki meg másnál. Ami egyébként persze igaz is tulajdonképpen. De értem, mit mondasz, lényeg azt, hogy jól akartam kiukadni, hogy azért ezeknek a kérdéseknek utána kell járni, azt gondolom, és egy-egy ilyen döntés előtt, hogy hol kössek egy lakásbiztosítást, hol egy életbiztosítást, mivel egészítsem ki, mivel ne egészítsem ki, mit tartalmaz, mert egyébként tegyük hozzá, hogy néha azokban a pici betűkben ott azért olyan titkok vannak, hogy az ember sokszor nem is érti. Ezeket kell értelmesen megnézni. A főiskolai tanárom mondta azt, hogy tudni kell, hol kell keresni. Honnét kell elmenni a posztról. Én már tudom a biztosítási szabályzat 140 oldalából is tudom, hogy hol kell megtalálni azt egy kárbejelentésnél, hogy hol kell és mit kell úgy, hogy a biztosítót ne állítsam olyan kényelmetlen helyzet elé, hogy ne tudjon az ügyfelemnek fizetni. Na jó, mi ugye meg ellenkezőek vagyunk, mi abban bízunk, hogy ezekre nem lesz szükségünk. Hát, csak a világ nem ilyen. Hát én nem tudom, hogy az adótanácsadó, vagy a könyvelő, vagy általában, akik az embert körülveszik, azok, ha olyanokkal veszi magát körül egy vállalkozás, egy magánszemély, akiktől tud hasznos és korrekt információt kapni, az sokkal többet ér, mint ha a lexikonokat olvas el ő saját maga, vagy interneten pulya és ráfordít sok időt, és mondjuk egy év múlva írja jóvá a kötelezőjét a biztosító, mert annyit levelezett már interneten a biztosítóval. Nekem meg megvan az a vagy nekünk, nem nekem, megvan az a csatornánk, amivel ezt rövidre tudjuk zárni, meg megvan a kapcsolatrendszer is hozzá. Ezt pénzért nem lehet vásárolni, de nem is eladó. Ez az információ. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kérdést érintettünk, és hasznos tanácsokat adták. Köszönöm szépen, bízom benne, hogy mindenki leszűri a megfelelő számára fontos információt, azt eldönti, hogy mit tesz a gépjárművel, hol köti meg a síeléskor a biztosítás, hogy mit csinál, de most már azt legalább tudjuk, hogy ezekre érdemes igencsak odafigyelni. Én köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget, és a tévénézőknek és a stáb tagjainak is nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új esztendőt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és hát minden kevesebb biztosítási ügyre legyen szükségünk. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Szalka Ferenccel, az Agape 2000 Kft. Társigazgatójával beszélgettünk biztosítási ügyekről. Remélem, hogy hasznos információkat szereztek.
Munkatársaim nevében is megköszönöm ma esti figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!